Idén rendhagyó módon nem a költségvetési rendelet elfogadása után, hanem még az erről szóló egyeztetések fázisában hívták össze a civil szervezeteket Bátaszéken. Bozsalik Róbert polgármester elmondta, hogy mivel a 2023-as év rendkívül nehéznek ígérkezik, ezért fontos, hogy már a kezdetektől szorosabbra fűzzék az együttműködést. Ma arról fogunk beszélni egyrészt, hogy sikerült abszolválni a 2022-es esztendőt, hiszen mi január 31-ig várjuk, hogy a civil szervezetek ténylegesen elszámoljanak azzal a támogatással, amit az elmúlt költségvetési évben kaptak tőlünk. Beszélni fogunk arról, hogy látjuk most a városnak a költségvetési lehetőségeit, hogyan tervezünk első körben támogatások formákkal, akár a kiemelt szervezeteknek. 2022-ben jelentős összegű támogatással, több mint 20 millió forinttal tudta az önkormányzat a civil szervezeteket segíteni. Idén is körülbelül ezzel az összeggel számolunk, valamennyivel kevesebbel, de körülbelül ezzel az összeggel számolunk és tervezünk, hogy a civil szervezetek számára biztosítjuk. Ezt fogjuk megbeszélni, hogy látják, hogy ez elegendő lesz a 2023-as feladataiknak a megvalósításához. És hát összeállítottunk egy igen komoly 2023-as rendezvény naptár, ami tartalmazza azokat a programokat, melyeket már hagyományosan évek óta megrendeznek a városban. A tervek szerint az idei évben ismét szeretnék megtartani a bátaszéki bornapokat, illetve egyebek mellett egy gasztronómiai estet is terveznek a településen.